A Prokriszt mozgalom vezetője nem először járt Kiskörösön. 9 éve már jártam itt Kiskörösön, és ez olyan, mintha újra hazajönnék. És nagy örömmel látom, úgyhogy olyan fejlődött Kiskörös, ez a szép piac tér itt, a karácsonyi piac. A mozgalmat Billy Graham, amerikai baptista prédikátor indította el 1993-ban, majd Ulrich Parzanyi, német evangélikus lelkészt, a német Kijev főtitkárát bízta meg az ige hirdetés szolgálatával. 2000 óta vesznek részt magyarországi gyülekezetek a kezdeményezésben. Legutóbb 2013-ban volt élő műholdas Prokriszt evangelizáció. Az utóbbi 20 évben 2-3 évente volt egy nagy Prokriszt rendezvény sorozat műholdas továbbítással, de aközben minden hónapban tartottunk ilyen egy-egy hetes sorozatot, mint amilyen ez is itt Kiskörösön. És ezekben nem nagyon sok lelkipásztor részt vesz, nem pusztán én. És ezt továbbra is tervezzük ezeket tartani. És talán majd 2018-ban lesz megint egy ilyen nagy központi esemény, amelyet Európa szerte fogunk sugározni. A december 7-től 13-áig tartó végtelen szeretet mottóval megrendezett kiskörösi evangelizáción közreműködtek a baptista, az evangélikus, a pünkösdi, a református és a római katolikus, vagyis az öt szervező gyülekezet lelkipásztorai, énekkarai, zenészei, bizonyságtevői és munkatársai. Természetesen senki sem tagadja azt, hogy a különböző felekezetek között vannak különbségek. Ugyanakkor azt szeretnénk megmutatni, hogy a valamennyiünknek egy közös alapunk van, és egy közös vágyunk. Nevezetesen az, hogy az emberekkel Jézus Krisztust megismertessük, és hogy őhozzá hívjuk őket. Én azt hiszem, hogy ez egy nagy jel a város számára, hogy az egyházak így össze együtt dolgoznak. Az alkalmak középpontjában minden este az ige hirdetés állt. Ulrich Parzanyi beszélt szabadságról, Istenről, identitásról, szeretetről, vallásról, értelemről és a halálról is. Tehát holnap például az élet céljával fogunk foglalkozni, hogy vajon az ember a saját szerencséjének kovácsa-e. Tegnap este a kapcsolatokról volt szó az emberek egymás iránti szeretetéről, mert tudjuk azt, hogy az emberekben egy nagy vágy van a tartós kapcsolatok, szeretett kapcsolatok iránt. Ugyanakkor sajnálattal kell megállapítanunk, hogy nagyon sok kapcsolat ugyanakkor hajótörés szenved, széttörik. És én annak nagyon örülök, hogy Isten a Bibliában nagyon gyakorlati alapot kínál fel nekünk a szeretetre és a tartós kapcsolataink építésére és újjáépítésére. Sok emberekben él valamiféle keresztény hagyomány, ami azonban sokakban hiányzik, a személyes megtapasztalása annak, hogy Jézus Krisztus valóban él. És ebben szeretnénk segíteni az embereknek. A Prokriszt mozgalom ma már Európa 16 országában van jelen, és tudatosan próbálja a keresztényeket, a gyülekezeteket hitükben megújítani, valamint a nem keresztényeket mindenek előtt Istenhez és élő gyülekezeti közösségbe vezetni.